OMS hőségriasztásban gazdag. Jó estét kívánok mindenkinek. Szerbusztok! Szerbusz, Charlie! Hello! Bírjátok még? 28 fok van, miről beszélsz? Má, hogy oh, a hegyi ember. Ja, tényleg, tényleg jó. A hát... yeti. Igen, igen, igen. Azt kívánom neked akkor, hogy. Nem, azt nem is mondom, mert nem lenne 18 karik a konforma dolog. Hát itt bizony keménység van. Úgyhogy szerintem a, a postára meg a bankba szaladtam el ma, és, és csak amíg 10 percig az autó ott volt, a... Az árnyékban addig elviselhetetlenné fokozódott a hőmérséklet bent, úgyhogy most hűtöm a magomat, és, és klimatizált szobában pihentetem a testemet. Jaj. Hát borzalmas, én ma megint egész nap az udvaron dolgoztam, de mint egy kazán olyan. Igen, mert ott, ott aztán minden veri vissza, a, az aszfalt, a házfal, a. Tehát mint, mint egy nagy fordított radiátor jó ja, lenni. Olyan, lennél. Ja. olyan az... mint amikor elmész Ázsiába nyáron, és kiszállsz a légkondicionált repülőgépből, és így a kifutópálya betonja, így, igen, <laughs> mint igen, egy lennél, igen. így, vum, így megnyom a meleg. Igen. De akkor Fifika úgy látom, hogy ő kettőnk helyett is hűsöl. Vagyunk az, a, hely, az a, helyzet, hogy <clears throat> itt olyan, mit tudom én, -e, 32-3 fokig kúszik fel a hőmérő higgany szála, de tud, ahogy így kezd a nap ilyen meredekbe lefelé tartani, egyből meghűl a levegő. Tehát ez valami ez, Tehát itt, ha lement a nap és kiülsz, akkor olyan abszolút hihetetlen élvezhető ilyen, <laughs> ilyen 22-23 fok van és tegnap előtt azt hiszem néztem, otthon fú, már mindenki haldoklott, és itt reggel volt 14 fok. Tehát így le van párásodva reggel a kocsinak az ablaka, mint amikor ilyen, itt ilyen hidegebb hajnalok vannak otthon, tehát zseniális. Tehát itt nyaralni, abszolút. Egyfelől a tengerszint feletti magasság, mint olyan másfelől, meg ellentétben a városi házfalakkal ezek a hegyek, ezek így nem melegednek át napközben, hogy nyomják vissza a meleget, hanem ezek így az évmilliók hűvös, kavicszerű hidegét így nyomják ki magukból. Hát klassz lehet, Fifika, elképzelni se tudom, milyen lehet 35 uh, fok alatt létezni. Ne képzeld, de holnap megyek, vagy indulok haza, Úgyhogy én is ki fogom venni a részem. A, azt mondják, a jövő hét még bitangabb lesz, mint a... Azt mondják, hogy, hogy a héten valami kis enyhülés jön, de hát nem tudom, hogy az ő olvasatukban mit, mit akar az enyhülés szó, de, de tegnap ugye éjszaka ben voltam, fölmentünk a tetőre elektromos és analóg cigarettázni ki, ki, amit szokott, és valami fél kilenc, vagy fél tíz környékén, de már sötét volt. 29 fok, hát ezt nem akarom elképzelni, És akkor mondja a kollégám, milyen kellemes a leveg, hát igen, végül is tulajdonképp az a 38, ez sokat segít az, hogy, hogy nem tűz még a nap is pluszban, de na, hát azért el tudom komfortosabban is képzelni a létezésemet az univerzumban. A francba vele. Francba vele. Ismerősömék egyébként, nem tudom, mondtam e múlt héten, ugye ugyanazt a trippet csinálták, mint én, vagy mi, a nyugati, mi par nem. nyugati part, nem úgy, hanem a kedves feleségem és én. Tudom, tudom. És, és ugye én mondtam, hogy fú hát ez a, ez a 42 fok, 45 fok, és akkor mondom, ennyi volt nálatok. Azt mondja, hát elég jó időt fogtunk ki, 47 volt. Igaz, ez az, mikor úgy eszébe jutott ránézni, de voltak olyan pillanatok, amikor melegebb volt, úgyhogy nem irigyeltem tőle. Meg hát néztem ma is a Magyarország térképet mindenhol. Gyakorlatilag vörös volt, úgyhogy tényleg ilyenkor csak azt tudom elképzelni, hogy ülni a klimatizált lakásban, és, és valahogy kihúzni, mert ez, ez nem fehér embernek való. Jaj, azt Bocsánat. Ja, Mondja, Azt figyeltem egyébként meg, mikor én jár járkálok dolgozni, ugye, ugye nekem a garázsban egy olyan két-három fokkal hűvösebb van, kimegyek, akkor mondjuk lesz a 27-ből 29, beérkezek Budapestre, és ott a te környéken, ott a hősök tere környékén megint ránézek, ott megint egy két-három fok rárakódik pluszba, csak azért, mert bejössz Pestre, és tényleg a beton ontja magából a meleget, szóval a elképzelhetetlen, hogy, hogy, hogy lehet ezt a városban, hát el tudom képzelni, mert én is városban éltem, de hogy, hogy mennyivel rosszabb így, tényleg csak, hogy az ember 10 kilométert megy, aztán már meg döglik, mert három fokok vannak, és éppen vagy három fok plusz van, és nézegettem egyik másik csoportba, fölrakosgatták a, a, a jediék, hogy hogy az egyikük miért, hát természetesen napon, tehát az nem ugyanaz, mondjuk az egyikük 40 fokot mért az autóba, a másik 47-et. Szóval lassan itt is sivas, siva tagosodunk, úgyhogy lehet, hogy nem kell nekünk messzire menni, hogyha homokot szeretnénk látni, csak lemegyünk majd az alföldre, aztán ott a homokbuckák között ö, sétálgatunk. De mit akartam mondani, mújó? Azt akartam kérdezni Fifikától, hogy Dóth, ez még benne van a Szeged környéki mediterrán mikroklímába? Hát 24 kilométer, persze. Akkor még benne. Akkor kemény váltás lesz ez neked tényleg. Kemény? <laughs> Gondolom. Gy gy gyakorolja sütővel, vagy nem tudom. <laughs> Az a szar ilyenkor szerintem, hogy, hogy azért ezt a szervezetet is megterheli erősen ez a, ez a, a hőingadozás, és jön a fejfájás, meg a migrén. A Blackin is azért nem tudtunk érezni a héten, mert ő is ilyen 3-4 napos migrén túrán van. Úgyhogy... Hát meg, ja, de nézted, hogy Londonban milyen hőfokok bírnak lenni? Nem, 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 mennyi? Tehát ilyen 23-24 fok érted. Nem érdeke, vegyünk Nagyon. repjegyet, menjünk. Nagyon <laughs> Én... durva. Én meg akkor ilyen légiós kiképzésem vagyok. Tényleg ez eddig föl se tűnne, hogy amikor így jobb idő van, és körbenézed délután az udvaron, akkor mindenki len kávézgat, végzi a dolgát, stb. többi, mert tök jó, és föl se tűnne, hogy így mostanában így körbenézek, így egy szám magamban üldögélek az udvaron, vagy mindenki menekül a 40 fokból. De nem is tudom, hogy miért nem bent ülsz az irodában. Ö, könnyebb koncentrálni, hogyha nem csacsognak körülötted. Ja, hát az sokkal jobb, hogyha szakad róla patakokban a víz. Szerintem Valami az is hírom, elvonja az ember figyelmét, szerintem. Én például meleg van. sokkal rossz kedvűbben, ingerült ebben tudok dolgozni, hogyha bent ülök a bőrfotelban, és, és érzem, hogy gyerekek, ez, ez nem még, ne, még csak nem is 24, oda megyek, és akkor 26 fél a hő. Tehát nem, nem, nem tudok a munkára koncentrálni, hogyha, hogyha azzal foglalkozok, hogy csatakokban folyik rólam a víz. Érdekes módon én nem izzadom. Nem tudom, mi lett a hő, nem izzadok. A hőászartásommal nem tudom, mi lett, mert néhány évvel ezelőtt megdöglöttem. Lehet, hogy mondjuk így az a leadott néhány kiló az segített a, a dolgon, de hogy úgy alapvetően tökre elbírom viselni. Meleg van, meleg van, ami érdekes, amit meg kell szokni, hogy ilyen baromi meleg levegő, amit belélegzel és kilélegzel, tehát így melegebb a megszokott. Na, de egyébként elviselhető, inni kell ennyi. Ne és a nagy melegen kívül mi volt egyáltalán veletek történés a héten? Ó, uh, most kezdem én, mert mindig uh, lőcsölöm a, a kezdés uh, ódiumát. És uh, na mi történt, Charlie a héten? Na mi történt? Veled? Velem? Ö, 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 ö. Ö, Nem tudom. Ö, OSX. Krisztán! <coughs> <coughs> Jaj, ja, Christian, ez egy gyönyörű challenge lesz, figyeld, minden szavát. Ó. Oh. <coughs> Tehát, ugye már egy picit így fölbaszott agyilag a, a számítógépnek ez a zúgása, de még ugye, majd ha hazaértem, akkor kap egy pasztázást, és azt mondom, visszarakom a, a, az elkapitánt. Mit nekem, Sierra? Visszarakom az elkapitánt. És akkor letöltöttem egy imaget, kiírtam. Fölhívtam Csárlit, Charlie-t, és megkérdeztem, nem, hogy... Nem, 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 hívtam fel a Charlie-t, mert hogy annak idején, amikor én minden egyes PC-mre főraktam az OSX-et, aztán meg letöröltem a picsába, akkor én megtanultam, hogy ezt hogy kell csinálni. De ráadásul ugye most eredeti Mac OS van, megírtam az image egy 16 gigás USB kulcsra, és lényeg mi lényeg, elindult a telepítő, salala, salala, megy a telepítés, és egyszer csak kírja nekem, hogy ez a nem tudom én, mi állomány nem kompatibilis, vagy nem tudom én, nem az én gépemhez való, vagy akármi, és így pik, és már megtöröltem a, a boot szekciót az OSX-en, tehát az így hello. Na és akkor így kicsit pánikba estem, mert ugye azt tudtam, hogy PC-n amúgy elég szar kiírni az image állományt. Van rá egyébként megoldás. Úgy hívják, hogy meg És fölhívtam a Charlie-t. mondom, most, most ilyenkor mi a csináljak? És mondja a Charlie, hogy hát van valami billentyű kombináció, amivel internetről is föl lehet telepíteni. Ó, mondom, de fasza. Leraktam, Nyomd az altort ilyen... miközben bútolsz. Nem, 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 azzal csak nem, az az azzal csak boot a boot szekciót választasz. A command command R kombinációval indul el az a rész ahol lehet ki lehet választani azt, hogy internetes helyreállítás legyen, és uh, ugye ott nem tudsz mást választani, mint a Sierra-t. Na, oké, okay, föltelepítettem, Franco, elkezdtem utána olvasni, és képzeld el, hogy ugye, én ezt a charlie vettem. Amikor Charlie-tól vettem, akkor ezen elkapitán volt. Uh, és ugye nem csináltam se uh, biztonsági mentés, semmit, frissítettem Sierra-ra. És az utolsó letöltött uh, oprendszerre friss ö, lehet csak ö, visszatenni, mivel Aha. nem soha ne én, mint, ö, mint, Fifika, soha nem töltöttem le az elkapitánt, ezért azt nem tudom ö, visszaállítani. Haladni kell a korral, Fifika, ennyi. Elmennek a büdös picsába, érted, a, a kurva biztonsági kérdéseikkel, meg a... a ne, Bekötötte ötéve. magát? de érted, öt évvel ezelőtt egyszer az iPodom megkérdezett ilyen hat hülyeséget. Ki a kedvenc tanárod, mi volt a kedvenc kutyád neve, vagy az első kutyád neve, meg nem tudom, ilyen baromságokat. Hát ki emlékszik már, hogy öt évvel ezelőtt mi a szart válaszolta Fifi, erre? Fifika, miért a kedvenc kutyád neve megváltozott azóta? Sose volt kedvenc kutyám, tehát <gül> akkor <gül> valamit beírtam, hogy mit tudom én, Dino, Ke vagy... vagy kutyám neve, Undefined. Vagy Dano vagy mit tudom én. Tehát ilyen, ilyen brutális ö, hülyeségek, és azóta a fiókomnak ezt a részét nem is tudom baszogatni, érted? Mert egyszerűen a biztonsági kérdésekre, tehát hiába van kettős biztonsági mit tudom én, én e-mail címem, telefonszámom, meg a nem tudom én micsoda, tehát egy. Ja, wow, na. Szóval ennyit a, a sztoriról. Volt még egy cselendem az ógyéjva, képzeld el, visszaírtak, hogy megkapták a befizetett összeget, hmm. és szeretnék tudni a cég adatait, és majd egyszer csak lesz számla is róla. Hát mondom, ez hihetetlen. Tehát nem tudom, ha érted, bemenné egy ilyen, mit 1 millió 9 év, nem tudom, mit, mit lehet venni, mondjuk ilyen akciós utánfutót, és mondanák, hogy oké, okay, fizesd be, aztán majd írunk egy levelet, és akkor majd megkérdezzük, hogy hova kéne egyszer majd kiállítani a számlát. Eszméletlen gyerekek. És fél év múlva megküldjük az utánfutót is. Igen, igen, igen. Nem, hat hónap múlva, tehát addig lehet után de majd hat hónap múlva adunk rá rendszámot, hogy járhass is vele. Rohadjál meg. De addig nézegetheted, kerülgetheted. Mm. Jaj, Istenem. Zsír. Na és veletek mi történt? Jó, hmm, jegyek én, Csári, gyors leszek. Igen, aztán én majd ráfűzök, az én ö, szemszögemből is majd elmesélem fifi sztoriát. Nekem is van új és szesztorin. Na, me mesélj, mesélj. Megbetegedett a kis új, meg minim. Valami túl melegszik a videókártyájával, úgyhogy megy szervizbe, szegényként. Rá Rácsűrtem két monitort, és úgy hagytam. És azt vettem észre, amikor átkapcsoltam rá kávéjában, hogy nem annyira megy, és így alig lehetett megfogni a dobozt, annyira meleg volt szegény, úgyhogy ott valami nem egészen klappa. Úgyhogy most elment a doktorokhoz, hogy megnézzék, hogy mi legyen bele. Az egyébként és... azért ízi, mert hogy a, az úgy néz ki, hogy a, a, dobozban felül belül a vinyó van, tehát hogyha a videókártyád az valahol középen van, mert vinyó, alaplap kártyák, és a többi, és a többi, és alul a memória. Tehát hogyha az oda kisugárzott, akkor, akkor az átment mindenen. Mint egy jó sugárzás. Vinyó Nincsen benne. Úgyhogy hát akkor úgy mondom, váltogta. hogy SSD, tök mindegy, mert ja. ott van a szlottja, tehát az, a, a, az van az alumínium meg, a, ja. meg az alaplapot között, tehát szépen melegedhetett akkor. Hát nagyon durván, nem kicsit megijedtem, aztán kísérletezgettem, akkor már elkezdett single monitorral is ilyen furadókat művelni a videókártya, úgyhogy akkor jó van, inkább le, lekapcsoljuk, bízzuk szakértőkre. Úgyhogy egyenlőre várat magára a podcast megre Ez volt az egyik furi élményem. a másik furi az az volt, amikor így nézegetem a trollira várva az SMS-eimet, és így éjjel 2 óra 29 perckor nem tudtál bejelentkezni a Google accountodba, hát mondom, ez mi lesz. És beértem, megnéztem gépen, hogy mi a fene volt, valaki Japánból, képzeljétek el, tudja az egyik e-mail címemet és a jelszavamat, úgyhogy szerencsére a kétfaktoros autentikáció be volt kapcsolva, úgyhogy azon nem jutott át, úgyhogy jelszócserék meg ilyenek, de hogy ez még egy ilyen kis kellemes vérnyomás növelő volt. És a harmadik dolog, ami történt velem a héten, az levelet kaptam live, levelet küldött a törvényszék. Úgy tűnik, hogy a tisztelt dr. Szilvás György bíró úr átrendezte egy kicsit a nyári szabadságát, ugyanis az augusztus 24-i tárgyalást azt áttették szeptember 14-ére. Erről jött értesítés. Úgyhogy ezek történtek velem a héten. Na akkor én is belecsapok. Kronológiai sorrendben fifikára reflektálnék először. Tözsd le pendrive-ra az OSX azon verzióját, amit szeretnél, és arról csinálj egy bootolható pendrive-ot. Tehát Fifika letöltötte torrentről, és ugye bár ezek ugyanolyannak tűnnek, de tényleg ilyen, ez olyan mint mikor lejön egy update, és mondjuk neked a Mac mini 50 mega, nekem a Mac Pro-ra, vagy a MacBook Pro-ra mondjuk 200 mega, és egy iMac-re meg 850 mega, mert ott mindenféle hardware komponensek tök másak, és a neked megfelelő tölti le, de úgy néz ki mindegyik, hogy OSX tököm tudja telepítő. És akkor itt kezdődött a baj, mert ugye az MBR az úgy le lett darálva, hogy kell annak rendes módja szerint, aztán, aztán jött a fejvakarás, is. még mondjuk tényleg ez a jobbik verzió, hogy az ember így neten keresztül is le tudja tölteni, frissíteni, de hát azért tényleg nem megnyugtató a Történet, történet, hát egy történet. Ilyen 40, 40 perc alatt egyébként, tehát letöltötte, föltelepítette, salala, salala, és a random újraindulása az meg, illetve nem random, mert ha mond, mond, meséltem neked, hogy videót nézek, pornót nézek, Böngésző... lecsukom a laptopot, kinyitom, és mondjuk egy másik videót kezdenék el nézni, és akkor tung, ha hallod a kikapcsolás, vagy az újra bekapcsolásnak a, a hangját, és, és, és. Na annak is, ugye, mert én még az a generáció vagyok, aki, aki utána jár dolgoknak, és uh, valami okos azt mondja, hogy uh, az NVIDIA GPU, GPU lapján lévő kondenzátoroknak a a problémája. Azóta Fifika ő... kézzel tölti azokat a kondikat. Hogy micsoda? Azóta kézzel töltöd azokat a kondikat a megfelelő értéknek. Ja, nem, nem, ezt így le, leírta, ez egy szervizes rács és uh, azt mondja, hogy ilyenkor uh, kártyacserét szoktak ajánlani, de nem szabad kicserélni, mert mert uh, ez, ki, ez ilyen gyári probléma, hogy uh, szarminőségű kondikat szereltek annak idején bele. És hogy ezt kicseréli itt Panasonic kondenzátorokra. Úgyhogy ha... Mit Veszélyesen tudom, én... hangzik. Egyébként igen, tehát én PC-s alaplapokat javítgattam ilyen kondicserével, azért nem egy diadalmenet, főleg a négy rétegű nyákon forrasztani. <laughs> de, de elképzelhető egyébként, hogy, hogy ez a, a, problémája. Na mindegy, ennyi volt a challenge. Folytasd, Charlie. Az nem jut eszembe, hogy Krisztián is mondott valamit, amire reflektáltam volna. Milyen témáid voltak, Krisztián, a héten? Meg Mini. Túl melegszős meg mini videókártya, nyaral a bírunk, ezért halasztják a tárgyalást, és hogy hívják uh, Google Account ja, Igen. Kísérlek. Igen, az egy nagyon jó ötlet egyébként ez a két lépcsős azonosítás, mert adás előtt ugye ment a visongatás, hogy jaj, ki kell menni a telefonért, mert pitjek, de aztán. ez Valahogy nekem sosem működik egyébként, tehát nekem is be van ez a két lépcsős hitelesítés állítva a, a készülékemen, pont a google is, és, és, mindig, tehát hogyha a telefon nincsen allokkolva, és úgy hallom, hogy pittyeg, föloldom, és ott van a képernyő, rányomok, hogy igen, akkor azt nem fogadja el. Ha allokkolva van, és úgy pittyen, és följön a pop-up, és rányomok, akkor oké. Okay. És, hi és hiába kattintom be én a képernyőn, hogy ez a számítógép megbízható, és ez többet ezen a gépen, ne kérdezz meg ezt, mégis 30 napi. Nem, nem, nem képzelde el. Tehát újraindításonként is van, nem tudom, hogy miért ez a céges laptopom. Viszont ilyenkor meg aztán kurva jó, hogy nem kell azon aggódnod, hogy, hogy milyen túró van, mert ugye van. Nem tudom, használtad de ö, va, volt vagy van ez a Google Authenticator is, ahol meg ugye egy ugrókódos ö, ö, számsor... Én azt használom. Ja, te azt? Ó, van annál jobb, Krisztiánom, segítek akkor. Az ugyanazt csinálja, amikor bekérdez a telefonon. Az egy új, újítás, de az ugyanaz az autentikátor. Igen, elvideg. csak akkor gyakorlatilag csak nem, minden így nem, támogatja nem kell, kell a számokat keresgélni, meg az anyám kínja és én többször megszoptam például ez a telefonon oda-vissza költözgetek, és ugye hát akkor ugrik az ugrókód is, és akkor ilyen alternatív, hogy SMS-ben küldjed, de az nem jön meg, meg az anyám kínja, úgyhogy hát néha bosszantó tud lenni, de ezért vannak nekem kinyomtatva papírra, fix kódokból kinyomtattam egy tizet, és akkor az ilyen utazós kód azt, azt tudom vinni hozni-vinni, de igen, tehát ez nekem is volt már nem hogy nem tudom már, hogy honnan jelentkezett be, de valahonnan Ukrajnától keletre, és és akkor nézem, hogy mi a faszom van? Nem is voltam ébren. Egy, egyébként a Google-nek ez, ez az értesítései, ezek zseniálisak, tehát hogyha idegen gépen valamiért belépek a, a fiókomba, vagy mit, Tudom én egyből jön az értesítés, hogy egy ismeretlen eszközön beléptek a, a fiókomba. Ez az egyik, ami nekem nagyon tetszett. A másik meg, ugyan ti még elég fiatalok vagytok. de vissza -e egy hét, hét múlva hogy, erre. Viszonylag, uh, nem tudom, tudjátok-e, tudjátok hogy a, a Google-nek van egy ilyen... Uh, uh, lehetősége, hogyha három hónapig nem lépsz be a Google fiókodba, akkor kinek küldje el a hozzáférést? Nem három hónap az, az fél év szerintem. Ez a, ö, Facebooknál is be lehet ezt állítani, meg a Googlenél is ez a hagyatéki eljárás, vagy mi az anyám? Ö, az előbb eszembe jutott, hogy mi ez valamilyen, nem tudom, inaktív fiók értesítése. Igen. Dead Man's Switch. Igen, Dead Man's Switch. Nekem, nekem tetszik egyébként. Tehát ez így, nekem be van állítva a google ön jó, is, meg jó a Facebookon is. Oda írhatsz egy ilyen kis üzenetet érted annak, aki uh, majd meg... De ezt tudod, milyen morbid tud, így, Az, az, nem az tudom, már nem élek. élek. Három hónap után jön, jön egy levél tőlem. Igen. Mikor már nem élek, hogy é, én hello, hello, ha ezt olvasod! Én már direkt olyan óvatosan írtam, hogy már nem figyelem a fiókomat, és akkor légy szíves a feleségemnek. Tehát, van, én, én meg, tehát a halálom után tehát éppen elföldelt, már épp kezdi feldolgozni, hogy nem vagyok, és akkor még utána egy ilyen, így döfök egy kést, hogy megdöglöttem, nézd meg az e-mailjeimet, vagy törölt ki, szóval ne. Nem, tehát ez, 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 már nem figyelem a fiókomat, meg... Meg a, a malai tudja. kurvák levelezésén kívül mindent küldj az asszonynak. Egyébként a Facebooknál azt hiszem, hogy nem, nem, biztos, nem hiszem. Ott azt is be lehet állítani, hogy ez, ott úgy hívják, hogy hagyatéki kapcsolattartó, ugye utána tudja kezelni a profilodat, de mondjuk nem tud letölteni fényképeket, meg, meg bejegyzéseket, vagy van az a full... Hozzáférés, hogy mindent letölthet, és aztán átállíthatja a fiókodat. Mert egyébként ez olyan morbid, nekem is sajnos van egy-két ex kollégám, aki már nincs közöttünk, és. Ö, ö, és tudtam, hogy meghalt, mert, mert meghalt szegény. És mikor jön a. mit tudom is én, hogy direkt nem mondom a nevét, Istvánnak ö, ma van a születésnapja köszönst föl, és a sok idiótabb az meg, semmit nem néz, csak ezt és boldog születésnapot István és oh. akkor oh. bekom bekommentelni el, hogy István múlt évben meghalt, szóval az ilyenekről inkább leiratkoztam vagy unfriendeltem vagy hogy mondjam szépen, mert nekem ez nem az, hogy gyomorforgató, hanem tényleg ez annyira nem tudom, túl van nekem már egy határon, hogy nem, nem, nem szeretek nem tudok ilyeneket olvasni és én, én például, én geek vagyok nem aranyozza be a napot. Hát nem, nem, nem én geek vagyok, én föl vagyok arra készülve, hogy ezeket, tehát én tudom, hogy a saját profilomat, ha valami történik, akkor azt, hogy lehet átállítani ilyen személyes emlék oldallá például, vagy, vagy családtagét, de millió és unokatestvérem is volt így, más ismerősök is, hogy meghalt, és így, fú, az meg, á, az nagyon szar nézni. Szóval mindenki készüljön föl az ilyenekre, meg egyébként tényleg ez a kétlépcsős autentikáció, kurva, és azt hadd tegyem hozzá, hogy a Google, az nem csak ezt figyeli, hanem Geolocation alapján is nézi. Tehát, mikor nekem ugye voltak ezek a nagy repülőutak, hogy over ja, 10.000 kilométer, és akkor azt mondja, hogy há szokatlan helyről jelentkeztél, be. te vagy az. Igen. Igen. Ö, vagy, vagy mikor nem kell, mezt, nem kell sehova menni, csak mikor mondjuk VPN-ezek. És ö, egy külső proxiról, mondjuk Amerikából, vagy Új-Zéland, vagy tököm tudja, hogy honnan, és akkor minden egyes, ahogy a VPN-re rácsatlakozok, ugye a Google háttérben szépen elkezd frissíteni, és hopp, egy bejelentkezési kísérlet Új-Zélandról. Te vagy ott? Igen, vagy nem? És akkor tehát ők, ők, ők ő, hála Istennek figyelnek a, az ilyen dolgokra, és jó is, mert hát látod, neked is milyen jó volt, hogy... Nem kezdette valaki kamagrát, meg viagrát, meg az anyám mit posztolni a nevedben az ismerősöknek, meg mindenféle zombi hálózaton. Ö, egyébként erre jut eszembe, hogy azt nem tudom, hallottátok-e a nagy sikerű, ez még mindig off téma, a, a bérletrendelő, ebből te is benne vagy Krisztián, a bérletrendelő sztoriban, tudod, ez a jegyvásárlás telefonról mm -hmm. anyám kínnya. Az ügyféladatok, na, ott azért jelszót cserélnek, jelszót cserélnék erősen, meg most... Megtörtént, mi? Megint kell, vagy mi van? Nem, hát akkor, akkor... Az uh, meg volt. Igen, és akkor most megint mondtak valamit, hogy... Uh, a bringa kölcsönző a, rendszer. a, Bubis, a bubis rendszernek valami Jaja. 5000 usernek az adatai. Tehát ezek már nem, nem azok az adatok, amit egy uh, MySQL adatbázisban tárolgatunk valahol, és aztán így az valahogy van, és, és előtte van egy HT Access, mondjuk, és ezzel le vagyunk tudva, mert na hát anyja neve, személyigazolvány száma, anyám kinya mindene benne van, és még mi szerencsére nem tartunk ott, mint Amerikában, hogy ilyen, ilyen identity thiefek vannak, és, és egyszer csak azt veszed észre, hogy a bankkártyáddal vásároltak valahol, meg, meg, meg meg ö, a te személy vettek föl hitelt, vagy a tököm, Üst, tudja képzel, de valaki indítana a nevedben egy virágkötészettel foglalkozó podcastet. Fú, a petyár <laughs> mindenit. Valós veszély. Valós veszély. Ja, szóval ö, ezekre az azonosítókra, meg a, meg a, identitásokra azért mindenki figyeljen oda, és ez, ez, ez ilyen off téma lezárás, és belecsaphatunk igazából a, a heti adásmenetünkbe, és ö, és aztán majd beszélünk mindenféle érdekes dologról. Elkezdhetjük-e? Szerintem igen. Csapjunk bele az új szelekbe, mert annyi új szél van, minthogyha az egész világ babot evett volna. Azt hittem, azt mondja Krisztián. Jaj, Istenem. Na jó, ezt nem mondom ki, amire gondoltam. Mert hogy új szelek fúnak az FDA környékén. Az borzasztó Kurva jó hír, rek. Nem is tudom, hogy melyik ö, aspektusából érdemes megközelíteni a dolgot, de talán kezdjük a kajhánál, hogy a az FDA élére nem új, hogy mondják ezt új serif került a városban, Scott <laughs> Scott Gottlieb új ö, ö, személyében, aki Ellentétben a, az elődjével ö, nem fest olyan sötét jövő képet az elektromos cigaretta ö, általa ismert és feldolgozott adataival kapcsolatban, és a, a szerepét is egy picit a fekete és fehérből ö, kezdi elmosni. Ami nekünk baromi nagy hír, hiszen Amerika és FDA így kettő kart karba fonva, egy baromi nagy piac, és egy baromi nagy ö, ö, döntéshozó hatalomnak is mondhatjuk így akár, ö, hiszen hiszen amit ott egyszer kimondanak, az, az egyszer csak ö, átjön a nagy vizen túra is. És ö, én csak ebben tudok reménykedni, ezt föl is tettem kérdésként egyébként a, az oldalon, ö, amire jöttek szkeptikus válaszok. Én Baromira bizakodó vagyok egyébként, és akkor előbb elmondom az én érveimet, hogy. vagy nem is érv, hanem hogy a többiek mondták, hogy hát itt homokba dugják a fejüket a, a döntéshozók, meg az anyám kínja. De most már nincs az, ami ezelőtt egy-két-három évvel volt, hogy. mert az amerikai FDA, meg a CDC, meg az anyám kínja azt mondta, hogy. Mert most, most akkor, <kül> akkor én mondhatnám, Simán azt, hogy hogy mondta azt, ezelőtt két évvel is azt meg tudná nekem mondani, kedves Ildikó, hogy Scott Gottlieb mit mondott legutóbb. Ö, hát az, az úgy volt, hogy igen, hallottam, hogy valamit mondott, de én még abban nem vagyok biztos. Szóval nem tudom, hogy hogy mennyire fogják a homokba vagy egymás seggébe dugni a fejüket, de én, én, én abban a vonalban bízom, hogy Amerika, Anglia. Európa, és onnantól kezdve, tehát csinálhatunk hülyét magunkból, de egy idő után azért tudni kell visszavonulót fújni, és én szerintem ez záros határidőn belül el kell ennek a pillanatnak jönnie. Nem tudom, hogy gondoljátok. És akkor mondjuk Krisztián ki is fejtheted, hogy mit mondott Scott Gottlieb. Először is ámen, igen, legyen így, Charlie. Hát Scott Gottliebet ugye nem régiben nevezték ki az FDA élére, és az elődje az, az, egy ilyen, igen, nem is azt mondanám, hogy fura figura, mert nem fura, mert sajnos a keleténő többször találkozunk vele, az az igazi szemellenzős báb, aki ontja a hülyeséget magából, és hát a szokásos volt a forgatókönyv, az elektromos cigaretta az az ördögtől való, mindenkit a dohányzásra szoktat, és egyébként is a nikotin, áh, úristen, és Eljött az idő, hogy vezetőt váltsanak az FDA élén, és Scott Gottliebet nagyon várta igazából mindenki, aki egy kicsit is foglalkozik ezzel a, a, a témával behatóbb módon, mert hogy róla azt lehetett tudni, hogy ő, ő egy eléggé pragmatikus figura, és és nem annyira szarozik ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Úgyhogy aztán őt beiktatták, mindenki várt, hogy mi lesz. Lesz-e valami, de hogy ennek így semmi előjele nem volt ennek a bejelentésnek, úgyhogy gyakorlatilag teljesen felkészületlenül érte a, az egész dohányzás általom csökkentési közösséget, és így pislogott mindenki, mint a leveli béke, hogy üps, ez mi volt. És a, a nagyon durva persze Scott Gottlieb is óvatosan fogalmaz, és nem azzal jött elő, hogy az elektromos cigaretta jó, stb., hanem elkezdett olyan dolgokat magyarázni, hogy bekerült a az FDA által használt nyelvezetbe kimondanak olyanokat, hogy a dohányzásban nem a nikotin az elsődleges probléma, hanem a bevitel módja, tehát a dohányfüst, tehát így nevesíteni ilyen holmikat, nevesíteni olyanokat, hogy csökkentett kártékonyságú termékek, vagy ártalom, dohányzás ártalom csökkent, és ne adj Isten ilyesmikről beszélni, ez így, ez így egészen durva. És alapvetően ő két dologról beszélt. Az egyik fele az az, hogy megpróbálnak elmenni, illetve nem megpróbálnak, hanem konkrétan olyan irányba mennek el, hogy szabályozással előírják, hogy csökkenteni kell a forgalomba kerülő cigarettáknak a nikotin tartalmát. Ettől ők azt remélik, ezzel ők azt remélik elérni, hogy a az ezután kapható cigaretták az újonnan dohányzással kacérkodóknak kevésbé sanszosan okozzanak olyan fokú függés, függőséget, mint, mint a hagyományos eddig ismert cigaretták. Elég, a szakértő közönség ezt eléggé szkeptikusan fogadja, mert hogy nagyon sok felmérés volt már a csökkentett nikotin tartalmú cigaretták hatásait, illetően a legegyszerűbb forgatókönyv, amit általában fölhoznak, az az, hogy szuper, de a csökkentett nikotin miatt többet fognak dohányozni ezek az emberek, és mint tudjuk, nem a nikotin a fő probléma, hanem a dohányfüst, amiből nem lehet kevesebb szemetet kiéregetni. Úgyhogy ez, ez egy potenciális probléma ezzel. A, a másik potenciális probléma ezzel, meg hogy fekete piac ennyi. Tehát ha valaki akarja, az meg fogja venni a fekete piaci hagyományos nikotinban duskáló cigarettát, és akkor nagyjából adtunk egy pofonta székletnek. Abban talán van némi fantázia, hogy tényleg a, a frissen Cigarettával kísérletező fiatalok nem fognak néhány nap után rákattanni a, a dologra, és ha nem, akkor lehet, hogy ők nem fognak a fekete piacra járni. A, a, nem is analóg mi lenne ez a, az ilyen békebeli cigarettákért. Úgyhogy van egy ilyen aspektusa a dolognak, a másik aspektusa pedig az, hogy teljesen eltérő szabályozást kívánnak bevezetni a, a, az ártalom csökkentett nikotintartalmú termékekre, mint amilyen az elektromos cigaretta is, ami a leges fejlemény az az, hogy kitolták plusz négy évvel a bejelentési kötelezettséget az FDA felé, ami baromi jó, mert nagyjából az egész amerikai piac az egy zapszemet nem lehetett a fenekébe feldugni, és így az, az eddigi szabályozás az arról szólt, hogy egy éven belül a piac 99%-a az megy a levesbe, és így nagyjából Semmit nem lehet majd kapni kizárólag a nagy dohánygyáraknak az elektromos cigarettáit. És így most kaptak még négy év felkészülési időt, tehát majdnem öt év felkészülési ideje van a piacnak arra, hogy, hogy valamit kitaláljon meg mozgástere, hogy egyáltalán engedjen valamit, és ami a másik pozitív fejlemény az az, hogy Scott Gottlieb azt is elmondta, hogy ezt az öt évet arra fogják kihasználni, hogy vissza kvázi a tervező asztalhoz, és akkor fussunk újra végig a tudományos bizonyítékok alapján, hogy hogyan is akarjuk mi ezt az egész elektromos cigaretta kérdést kezelni. Ami baromi jó, mert pontosan erre van szükség, hogy oké, okay, akkor tábla letöröl vissza, és akkor most kezdjük el előről úgy, hogy nem csak a segünkbe húzunk elő hülyeségeket, hanem nézzük meg, hogy mit mond a tudományos szakirodalom a kérdésben. És hát, ha ezt hozzáveszünk Angliát, az angliai fejleményeket ehhez hozzáveszünk, de ez majd egy másik téma lesz az új-zélandi fejleményeket. Itt azért igen, 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 e hogy is mondjam, nem. Inog az asztalnak nem. három lába. Inog az asztal három lába, és arra gondol, úgy azt szerettem volna mondani, hogy okot ad a reménykedésre, hogy, hogy valami értelmes, értelmesebb dolog fog kisülni ebből az egészből, és ahogy Charlie mondta, Amerika azért általában nem a követő, hanem a diktáló szerepet szokta játszani a világban, úgyhogy ha ők rendet raknak a házuk tájuk környékén, akkor az bizony várhatóan más államokba is át fog gyűrűzni. Ami nekem nagyon tetszett egyébként a beszédből, az talán három vagy négy momentum volt, úgy átfutva az egészet. Az egyik az az, hogy, hogy kimondják, hogy, hogy nem a nikotin felelős közvetlenül, vagy kimondja, nem a nikotin felelős közvetlenül a rákos légúti keringési rendellenességekért, megbetegedésekért, amelyek a halált okozzák végül is, ki mondja azt, hogy friss szemmel kell tekinteni a nikotinra, és hogy az általa okozható, okozott függőség hogyan viszonyul a beviteli módszernek a, az egészségkárosító hatásához? Tehát azért nézzünk már a mérleg két nyelvére, hogy mondjuk elektromos cigaretta van benne nikotin, nem egészséges ugye, mint hogyha nem dohányozná, vagy nem használnál elektromos cigarettát, de az általa okozott ö, elszenvedett dolgok, azok lényegesen kisebbek, mint az az előny, amit azzal nyersz, hogy nem cigarettázol. Tehát ezt is kimondták, illetve hogy, ö, hogy a nikotin fogyasztásának van egy bizonyos kockázati görbéje. Amit most mondtam, tehát az egyik végén található a hagyományos cigaretta, a másik végén a gyógyászati nikotinos termékek, mind a kettő nikotin, de mégsem tehetjük őket egy kalap alá, hogy nikotin van benne, aztán ugyanolyan káros. Nem. És ezt kimondták. A másik nagyon durva, amit kimondott még, az, hogy... A nikotin végső soron a megoldás az égetésre fogyasztott dohánytermékek által okozott egészségkárosítás kérdésére. Ez, hogy végre nem, ö, hogy hívjákként nem károkozóként, nem hanem a megoldás eszközeként a azonosítják a, a nikotint, hát ez valami olyan szinten ö, nyitott szemmel való val, hogy pff, köpni nem tudok. Hát meg ugye, amit, amit mond, ö, ezt a mondatot unásig, ismételték már ők is, mások is, és mi is hallottuk, hogy bár még sok kutatásra van szükség ezeknek a termékeknek az egészségügyi kockázatait illetően, de hogy nem szabad elmennünk a lehetséges előnyös hatásai mellett. Fel kell ismernünk az innovációban rejlő potenciált, és azt, hogy, hogy nincsen semmi bebetonozva. Jönnek új termékek, jönnek új technológiák, és ö, mindegyik egy lépéssel közelebb vezethet ahhoz, hogy ö, ha már valamilyen addikciónak élünk, akkor az, ö, az ugyanazt az eredményt váltsa ki, mind a, mondjuk vegyük akkor cigaretta, elektromos cigaretta, mind a kettőnél a nikotin miatt szívjuk. Ö, de az egyik sokkal kevésbé egészségkárosító, mint a másik. Sokkal, én ki, így mondom, akkor inkább sokkal jobb, hogy elektromos cigarettázok, mint hogy dohányoznék. És jönnek majd még ilyenek, tehát nem fog itt megállni a dolog. Ö, elég abba belegondolni, hogy honnan indultunk tíz éve, hol tartunk most, mi lesz tíz év múlva. Tíz év múlva lehet, hogy már ilyenekkel abszolút nem kell foglalkozni, hogy milyen tekerés, meg milyen anyám kínja, meg meg, meg tököm tudja micsoda, egyszerűen csak azt mondják, hogy itt van egy készülék, itt van egy folyadék az egyiket töltsd a másikba szívjad és beviszed a szervezetedbe mindenféle hátráltató körülmény miatt, ami x-et, y-t vagy z-t meggátolja most még abban, hogy váltson mert nem elég kiforrotta a, a technológia és ugye ott jön a másik, hogy ugye ugye nekik az a, az a, a céljuk, hogy a, a hagyományos cigarettában csökkentsék a nikotintartalmat, mert hogy ez az, ami az addikciót kialakítja az emberekben, és ugye nem ezöli meg őket, de a mindenféle káros vegyület, rákkeltő anyag fogja bevégezni a munkát végső soron. Tehát, hogyha kevesebb lesz a nikotin, ne adj Isten, nem lesz nikotin a cigarettában, akkor a hozzászokás is nehezebb lesz, mert akkor nem fizikai hozzászokásod lesz neked ahhoz a termékhez, csak egy ilyen pszichés kényszert fogsz érezni, hogy téged az megnyugtat. Nem a nikotin fog megnyugtatni, hanem a mozdulatsor vagy bármi más. De ha nem lesz benne, akkor ez is nehezebben fog. Kialakulni. Úgyhogy ö, ö, én várom ezt a fecskét. Itt még két dolgot tennék hozzá egyébként, oh, egy, ami basz, még érdekes. Fifika, válaszolj, mondja, hogy. Nem, 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 mondd el, baszki, mert, mert én is hosszan fogok beszélni, nem akarok belevágni a. Jó, rendben, akkor ne felejts ah. szabadat, gyors leszek, hogy amikor kimondja, hogy kötelességünk a potenciális közegészségügyi előnyöket és kockázatokat megvizsgálni. Kötelességünk nekik, mint szabályozóknak. És ilyenkor mindig eszembe jut, a, amit a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet adott be a bíróságra beadványt, hogy hát felperesít, magyaráz mindenfélét az elektromos cigaretta közegészségügyi előnyöiről, ez minket nem érdekel, mi kizárólag a károkozás esélyére fókuszálunk. Ja, Nehogy véletlenül megnézzük az előnyöket is. A másik, ami eszembe jutott még, az az, hogy a, közösségem közösségen belül fölröppent az az elmélet is egyébként, hogy, hogy ez a csökkentett nikotintartalmú cigaretta meg ilyesmi, ez csak azért került bele, hogy betömje a véres szájú dohányzás ellenes dohányzás szabályozóknak a száját, mert hogyha mond egy olyat, hogy oké, okay, akkor lazítsunk az elektromos cigarettán meg ilyesmin, akkor a D. Tiborok és H. Ildikók oda mennek és rájuk gyújtják az épületet körülbelül. Így lehet mondani, hogy na nézzétek, foglalkozunk a dohányzással, nektek is milyen jó, tessék, itt a konc, és akkor emellett csináljunk már valami értelmeset az elektromos cigarettával is. Fifika? No, én több dologban vitatkozok mindenkivel. Egyrészt a, a kezdjük az addikcióval. Tehát mi akik elektromos cigarettát használnak, azok tudjuk, hogy önmagában a cigarettában nem csak a nikotin felelős az addikcióért. Mert aki áttér elektromos cigarettára, az bizony sokkal-sokkal sokkal könnyebben kihúzza, mondjuk, hogyha mit tudom én nincs nála aznap délelőtt, vagy délután, vagy aznap egész nap a, az eszköze, nyilván egy bizonyos idő után, mint hogyha mit tudom, csökkentett nikotin tartalmú cigarettát használna. Tehát én Személy szerint meg vagyok róla győződve, hogy a, a, cigaretta addikcióját nem kizárólagosan a nikotin okozza, hanem még más egyéb dolgok is. Ja, És ha beszélsz is. egy beszélsz egy dohányossal, akkor nem azt fogja mondani, hogy hol nekem a nikotin hiányzik, hanem elkezd beszélni arról a a hatásról, amit mondjuk a reggeli első cigaretta vált ki benne, hogy picit megszédül, lezsibbadnak az újai, stb. stb. Még ez az elektromos cigarettánál gyakorlatilag nincs ilyen. Tehát hiába viszem be a nikotint, ugyanazokat a, a szimptomákat nem tudom vele produkálni, mint a, a hagyományos dohánytermékkel. Ez az egyik. A másik, hogy nyilvánvalóan látszik a, a, nem csak az amerikai piacon, hanem az egész európai piacon, hogy a, az új típusú dohánytermékek, tehát az e cigaretta és a heat not burn, tehát a, a nem elégetéssel... Korrekció, működő, az elektromos cigaretta ö... nem dohánytermék, bocsánat. Hát szerinted. szerinted senki senki meg... szerint nem az. Jó, oké. Okay. Legyen úgy, ö, minden esetre úgy kezelik, ö, különben nem volna a trafikba. Ö, ö, tehát a lényeg az, hogy hogy az új típusú, ö, akkor nem dohánytermékek, azok mind-mind erre utaznak rá, és az új típusú nem dohánytermékek nem váltják ki ezeket a, a szimptomákat, mint a hagyományos dohánytermékek. És mindeközben egyébként pedig a, a demjéntiborok hagyják, hogy mondjuk a magyar piacon olyan olcsó alternatívák jelenjenek meg, amik ellehetetlenítik konkrétan, és az olcsó alternatívákat a hagyományos dohánytermékek piacán jelennek meg, amik ellehetetlenítik mind az elektromos cigaretta, Magyarországon ugye még nem beszélhetünk a a hevített dohánya a működő készülékekről, de például Romániában igen. Ellehetetlenítik ezeknek a, a, a készülékeknek a sikerét. Nem beszélve a szabályozási környezetről, ami mondjuk az elektromos cigarettát illetően iszonyatos, tehát én nem is tudom, talán a gyógyszeriparban van hasonlóan kemény szabályozás, míg a dohánypiac ilyen típusú szabályozása az konkrétan az adóra és egyebekre vonatkozik illetve egyfajta laborvizsgálatra, amit rutinból Európába millió helyen meg tudnak csinálni pici pénzért, de nem kell mellé semmilyen vizsgálati eredményt, mindenféle elektronikus kapun föltöltött lófaszokat tenni, hanem azt mondott, sőt, ugye a nem szálas dohánytermékekre ez nem is vonatkozik, tehát holnaptól te nyugodtan forgalmazhatsz ilyet, amennyiben van gyártói adóraktárad és engedélyed. Szóval valami elképesztő, ahogyan visszafelé próbálják tolni ezt a, a szekeret, és mindezt úgy, mint a, mint, mint a vaka porcelánboltba. Tehát, hogy semmit nem vesznek tudomásul, sem, csak a saját mantrájukat Hajtogatják és ö, ilyen szempontból meg ö, Magyarországról nézve szerintem kurvára mindegy mi történik a világon, mert amíg ezek az emberek a helyükön vannak, illetve ott maradnak és, és döntés befolyásolnak az kész, tehát ö, gyakorlatilag lobogtathatod neki az FDA állásfoglalását, és lobogtathattad neki az angolok állásfoglalását, hát pont leszarták. Nem, Krisztián? De, Alapvetően Tehát igen. Ez, egy, ez egy, nem is tudom, tehát ezekről lepattam minden, érted? Kész, ennyit. Tehát én, 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 abszolút, tehát én tudod, mindig a másik oldal, én, én vagyok mindig a rossz de én azt gondolom, hogy amíg személyükben ezek az emberek nem változnak, illetve nem lesz egyfajta tényleg átfogó reformja, mert itt szemléletváltásról van szó. Ha nem változik a szemlélet, akkor itt azt csinálhatsz, amit akarsz, a fejedre is állhatsz. Nem beszélve arról, hogy rettentő kíváncsi leszek. Amikor a cigaretta jövedéki adóját emelni fogják, akkor vajon az elektromos cigaretta után töltő folyadékok adója is fog -e ezzel együtt változni, vagy nem? Hát meglátjuk. Én gyanítom egyébként, hogy, hogy mosolyognak egyet a bajuszuk alatt, és jól megváltoztatják. Jó, ja, erről itt eszembe eltelt egy hónap, ugye a határidőből a következő alkotmányogi panasz benyújtását illetően, úgyhogy ez csak egy ilyen no, no to self. Azt tudjuk-e, Krisztián, egyébként, hogy a mi alkotmányjogi panaszunk, ami a túró van? Ezt a múltkor mondtam, Fifika, hogy a VÉP 42 alkotmányjogi panaszát befogadták, tehát arról döntés fog születni előbb-utóbb, ennek már nincsen határideje, és ítélkezési szünet van, vagy nem ítélkezési szünet van, hanem de, itt, na mindegy, szóval a nyári szabadságolások miatt augusztus végéig a szél se fúj az alkotmánybíróságon, tehát várhatóan valamikor augusztus végén kezdik el földolgozni a további hátralévő dolgokat, a mieink azok még befogadás előtt vannak. De ez hogy? Tehát érted, mennyivel a Vép 42 előtt? Nem, néhány nappal utána adtuk be, már bőven azon a határidőn, már bőven az előírt határidőn túl vagyunk egyébként, amennyi időn belül el kellene elvileg fogadnia, vagy döntenie kellene az, alkotmány, az alkotmánybíróságnak a befogadhatóságról. Elképesztő módon túl vannak terhelve. Tehát, olvastam egy cikket róla, pont egy számokra nem emlékszem, de hogy évről évre brutálisan nő a, a benyújtott alkotmányjogi panaszok száma. Azt hiszem az elmúlt hét év tekintetében az nem annyira meglepő. Úgyhogy valószínűleg elképesztő módon el, el, vannak úszva az alkotmánybírák. Én, én erre tudom visszavezetni a, a, a dolgokat. Előbb-utóbb sorra kerülünk. Hát remélkedjünk benne. Előbb-utóbb muszáj lesz sorra kerülni, tehát ott van ketyeg, és fogy a stórc, és előbb-utóbb a mi paksamétánkat fogják elővenni. Már várom. <laughs> Ó, Na, jó, ki sopánkodtuk magunkat, illetve ti örömködtetek, én nem annyira. Ö, de hát sajnos az a baj, hogy ismerjük a... a nem tudok rá, mit mondani. Azt akartam mondani, hogy ellenfél, de nem ellenfél. De nem, nem is, még csak nem is vita partner, érted? Mert nem hajlandó velünk... Ö, ö, értelmes vitát vagy diskurzust kialakítani. Jól hogy ismerjük, vagy... mondjuk inkább úgy, hogy jól ismerjük a suli udvarán az agresszív hülye gyereket, akik, akinek mondhatsz bármit, akkor is föllök és elszedi az uzsonna pénzed, és nem enged fölülni a hintára. Tudod, ez a, ez a, én így szoktam leszállni. <gül> <gül> hát, ecsém, hova tűnt a sónózból a cucc? Itt van, itt van, el, elgörgettél, Fifika, véletlenül. Fogadjunk. Uh, nem tűnt el. Várja, aha, sort váltottam, oké. Okay. Tehát így el, elhúztam jobbra. Annyira a témához tartozik egyébként, nem akarjuk előre rángatni a hatos meg a nyolcast. Így kicsit De előre. előre. Várjál, mi a Mert... hatos meg a nyolcas? Anglia is király. Új-Zéland is király, mindenki király, Sanyi mindenki a király. Mindenki király, Sanya király. Mert hogy ez annyira szervesen hozzátartozik ahhoz, amit Fifika mondott az előbb, hogy, hogy a világ így meg úgy, hát ugye mikor volt, két hete volt kb., vagy két-három hete volt, hogy Anglia bejelentette, hogy akkor oké, okay, itt van a füstmentes Anglia terv, és élen az ártalom ártalomcsökkentés és az elektromos cigaretta, be kell fejezni a nyilvános helyeken való elektromos cigarettázás üldözését, stb. stb. ilyesmi. Tehát így Anglia abszolút az elektromos cigaretta párti oldalon áll. És akkor reméljük, hogy az Egyesült Államok, Anglia, és most jött tegnap, vagy tegnap előtt a hír Új-Zélandból, aki ugye tud, pontosan tudjuk, hogy Új-Zéland eh, mekkora eh, irányváltást eh, eh, helyezett kilátásba a Billion Likes premierjét követően, azt is tudtuk, hogy elindultak ebbe az irányba, és most bejött a bejelentés Új-Zélandról, hogy a füstmentes Új-Zéland terv 2025-ig, azt hiszem füstmentesé akarják tenni Új-Zélandot, és azt mondták, hogy hát gyerekek, és az elképesztő az az, hogy az, ezek az új zélandiak, ezek tényleg brutálisan pragmatikusak. Ha elkezdenek valamit csinálni, akkor nem hagyják félbe. Jó, megvizsgáltuk ezt a nikotinos elektromos cigaretta kérdést, úgy találtuk, hogy az igazándiból tök jó az egész társadalomnak, csináljuk, és most itt a következő lépés, hogy de ha már ezt csináljuk, akkor igazándiból az összes csökkentett kockázatú dohánytermék is jöhet, úgy, mint a snűsz, a mindenféle inhalálható nikotinok, stb. 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 hogy akkor fussunk már neki, mert a lényeg, a a legfontosabb dolog az az, hogy itt vannak a dohányosok, és ezeknek a dohányosoknak kevésbé egészségkárosító alternatívák, garmadáját akarjuk nyújtani, nem csak egyet, meg nem egy tapaszt, meg ilyesmit, hanem ami van, hadd válassza ki azt, ami neki a legmegfelelőbb, fogyassza a kis nikotinját békébe, az a lényeg, hogy nem dohányzik tovább. Úgyhogy így angol száz területen engem baromira érdekel egyébként, hogy a, a notóriusan továbbra is hülyét játszó Ausztrália az, az mikor fog rájönni végre, hogy üb meg, ez most már nagyon ciki, így a, a volt brit nemzet birodalom utód államai környékén a, a, leghülyébb gyereknek lenni az osztályba, és aztán, aztán valami majd csak lesz. Tehát én ebben reménykedem. Érdekes aspekt TUS-ból is megközelíti a témát egy ö, blogger egyébként, Mark Gentili, senkinek nem mond semmit a dolog, aki a Amiről már sokszor beszéltünk a felhő baszástól, a nikotin bevitelig, ö, a saját szemszögéből átbeszéli, ismerteti a saját nézőpontját, és az egész cikknek ugye az a címe, hogy, hogy nem divatos a vépelés. A, az én tüdőmet nem érdeklik a hogy mondják ezt a fashion tippeket ez a, a, ez a, a mindenféle divat irányzatok és a irányzat. divat tanácsok úgyhogy az én tüdőmet köszönjük nem érdekli és le is írja hogy hogy, hogy amit lehet tudni ami a tény hogy ő nem utálja a dohányzást soha nem utálta a dohányzást Valószínűleg soha nem is fogja, attól függetlenül, hogy tudja, hogy a dohányzás az, ami tönkreteszi a tüdejét és mindenféle egészségkárosító hatásokat eredményez, amellett, hogy rengeteg pénzt ölt arra, hogy püstölögjön. Mégis szereti a dohányzást, szereti az egész rituáléját, imádja az ízét, nem tudom, hogy lehet a dohányzás ízét szeretni egyébként, ez az én ö, bejegyzésem csak ide a sor szélére. Ö, és eszembe jutott, hogy te lemész mindig ugye ott a, nem teraszon, hanem a kertben, vagy mi az Isten a lenne gangon dolgozol, azt mondja, hogy szereti az ürügyet, hogy a, lelépjen a munkából, tehát tudod, ez a, ez a social dohányzás, hogy lemegyünk a haverokkal 5-10 percekre, addig sem kell dolgozni, és dohányzunk, és kávézunk, és anyám kínja. De hogy ő szereti a, a, azt az érzést, ahogy torkon vágja az a, az a meleg gőz, vagy bocsánat, füst, és hogy ez az egésszel megtelik a tüdeje, vagy megtelt azt is tudja, hogy a dohányzás guztustalan, veszélyes, és, és sokan tudják azt is, hogy azon kívül a saját magát, a környezetében élőket is károsította vele. Viszont megemlíti, hogy az sem, az sem üdvözlendő, vagy az sem szerencsés, hogyha azért, mert valaki dohányzó, azért azért elutasítjuk őket, és egy más kasztba, egy más dobozba rakjuk bele, hiszen a dohányzók valamilyen szinten függők, és, a függést a legnehezebb kompenzálni, vagy, vagy valamitől, valaminek a függését megszüntetni. És itt jön képben, képben az elektromos cigaretta, ismeri a veszélyeit, viszont számára hihetetlenül kellemes dolog az, hogy belélegez valamilyen párát, és hogy úgy fogalmaz a cikkben, hogy olyan gőzfelhőt lélegzek, vagy fújok ki a tüdőmből, mint hogyha mint egy sárkány lennék, tehát igen, valakinek, valakinek ez jön be. Ö, ő a dohányzást azért hagyta abba, mert utálta, hogy büdös volt, a gyerekei sem szerették, a pénztárcája sem szerette, illetve a teste is ugye lassú amortizációt szenvedett azért, mert dohányzott de még mindig vonakodott abba hagyni. Többször kipróbált ö, mindenféle dolgot, és, ö, és aztán jött az elektromos cigaretta, ö, és nagyon szereti, hogy, ö, hogy ö, mindenféle ízek között válogathat, válogathat erősségek között. Ö, ő ugye megemlíti ezt, a, hogy minél többet dohányzon, annál erősebb ö, nikotinszinttel ö, Kezdjél, erre majd ki fogok térni a végén, hogy nálam most mi van már megint. És akkor itt jön képbe, hogy az elmúlt években a, a vépelés népszerűsége robbanásszerűen ö, ö, alakult, ö, és jobbak lettek a készülékek, ö, finomabbak lettek a likvidek, ö, viszont ez a népszerűség valahol hátrányt is okoz okozott, okoz folyamatosan, mert, mert az az ember, és ezt már ő mondja, hogy az az ember, aki egy öklömnyi méretű modkészülékkel egy egész szobányi levegőt megtölt valamilyen illatosított felhővel, ő saját maga gyönyörködik abba, hogy fú, milyen kurva nagy felhőt fújtam, milyen szép, milyen sűrű, milyen dús, hogy az őt is bosszantja és nem csak őt, hanem még rajta kívül másokat is, és ez azért nem jó, mert, mert ezek azt a, azt a, azt, a, törékeny határt lépik át néha, tudjátok, mikor az van, hogy jó van elektromos cigarettát, persze itt lehet, és aztán nekem is volt ilyen, hogy, hogy odajöttek, hogy ú, lehet, de hát nem gondoltuk, hogy ennek ekkora füstje van, és igen, ezt is kiválthatja ez, ez a ez a, ez a felhőbaszás. Uh, és hogy ezt, ezeket olyan emberek hozták létre, vagy olyan emberek csinálnak ilyen dolgokat, a, akik valamit, valamit kompenzálni akarnak. Mert egyébként a, a gőzölés, az elcigarettázás, az a az képest ugye egy ártalmatlan időtöltés lenne. De így ebben a formában már sokkal inkább egy az ex-dohányosból visszalép már majdnem az ember a dohányos megítélésébe, mert, mert annyi visszatetszést kelt. Nem azzal, hogy büdös a cigaretta, meg hát, hogy zárt térben nem lehet cigarettázni, de gondoljatok csak vissza, hogy, hogy milyen ferde szemmel tudnak az emberek azokra nézni, akik a buszmegállóban ilyen, ilyen önkéntes csegevaraként odabasznak egy ilyen négy köbméteres pamacsot, hogy ő már csak azért is meg, ez nem dohányzás. Na, szóval ő is leírja, hogy igen, ezzel csak visszatetszést fogsz kelteni. Elmondja többek között azt is, hogy, hogy egyes, hogy mondják, ez nem kutatások, hanem véleményfelmérés, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, szerint a dohányosoknak 70 vagy akár 80 százaléka is szeretne leszokni a hagyományos dohányzásról, és hogy ezeknek majdnem a fele meg is próbálja, de hát hogy a legtöbb sikertelenségbe fullad. Ö, és ugye úgy élik meg az egészet, hogyha ők a dohányzást abba hagyják, akkor egy egy borzasztó nehéz és fájdalmas ö, ö, útra kell lépniük, amin ugye a cigaretta ö, pótlására, az elektromos cigaretta lényegesen meg tudja könnyíteni ezt az utat, leírja azt is, hogy ő is tisztában van vele, hogy nem száz biztonságos, hogy nem ismerjük a hosszú távú hatásokat, de hogy minden tanulmány folyamatosan azt mutogatja ki, hogy messze-messze sokkal, de sokkal biztonságosabb, mint a dohányzás. És akkor itt jön ugye, hogy mennyi vegyszer tartalmaz az egyik és a másik is. Jön Angliával és a végén azt mondja, hogy, hogy attól függetlenül, hogy, hogy, mások mit mondanak, ő egyben biztos, hogy neki ez működik. És az, hogy, 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 milyen, hogy mondják ezt, hogy mit vált ki másokból, az őt nagyon nem érdekli, nem ez a felhőbaszó egyébként az ember, de hogy ő a saját egészségével, egészségével van elfoglalva a vépelés az neki segített, több ezer ember abba hagyta ennek a segítségével a dohányzást, és hogy ez a lényeg, semmi más. Szóval elmondta M plusz ugyanazt, amit sokszor elmondtak mások is, de, de benne leírta ugye azokat a, azokat a dolgokat is, amik visszatetszést kelthetnek egy a dohányosokban, uh, amit az elején vagy mondtam, vagy nem, tehát hogy ez a, a, az, a, azzal ne bélyegezzük meg a dohányosokat, mikor mi mondjuk két hónapja már nem nyújtottunk rá, csak elektromos cigarettázunk, hogy ah, te büdös bagós, mert az mindenkiben visszatetszést kelt, és, és nem is jó az üzenete. Illetve, hogy mindenki a saját egészségével, igen, egészségével foglalkozzon, és akkor abban hiba nem lesz. Úgyhogy ennyi volt márknak a, az észrevétele az egész. Történettel kapcsolatban, leszokással, átszokással kapcsolatban. Ehhez nekem van két, két dologban hozzáfűzni való. Az egyik az, hogy amíg nem szabályozzuk le magunk a készülékeket kategóriákra. Én ezen már nagyon sokat gondolkoztam. Tehát, hogy legyen egy olyan készülék, amilyen. Lehet, hogy én rosszul ejtem, de ami ilyen lángvép, hogy, hogy azt egy szórakozó helyen, egy kocsmában, egy étteremben is előveheted, nem felhőt fog baszni, abszolút uh, diszkrét uh, gőze van, és azt nyugodtan használhatod, mert nem okozol vele semmiféle problémát, és uh, legyen egy olyan készülék, ami egy uh, kvázi MTL kazán, ami mondjuk egy ilyen közepes füstfelhőt képes eregetni, és egy jó szellőző helyiségben nem fogsz vele ködölni, és legyen egy olyan készülék, amit olyan helyen használsz, ahol hasonszörű felhő Ergető. eregető társaid vannak, és nem probléma az, hogy 10 perc után nem látjátok egymást. De én azt látom, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy senki nem akar még ebben az irányban haladni, pedig ezt előbb-utóbb valahogy deklarálni kell, mert egyszerűen azt mindenki tudja, hogy ezek a felhőbaszó készülékek, ezek nem való közösségi térbe. És ugye, hogyha ha egyszer elérjük azt, hogy kivegyék az elektromos cigarettát a, a dohányzó helyekre való kényszerítés szabálya alól, akkor bizony erre föl kell készülni, és nem lehet azt tenni, hogy én vagyok a faszagyerek, és akkor most szét mindenkit. mindenkit, ja, meg hát nyilván a, az összes modern füstriasztót elindítom a környéken, ami éppen a közelemben van. A másik pedig az, amit én már nagyon sokszor mondtam, és, és nem győzök hangsúlyozni, az a, a szemléletváltás. Tehát amikor valaki mit a három hónapja nem dohányzik, az elkezd úgy viselkedni a dohányzókkal szemben, mint a legvérmesebb ilyen dohányzás ellenes uh, uh, fókuszpont ninja, és uh, de, de, tényleg, tehát én, én, ennek nagyon sokszor személyes fültanúja voltam, hogy, hogy, te három hónappal ezelőtt te még ugyanolyan büdös bagós volt, tehát milyen jogon uh, szólsz meg valakit uh, azért, mert azt csinálja, amit te három hónappal ezelőtt, meg évekkel ezelőtt uh, csinálta. Ez szerintem egyébként egy borzasztó szar hozzáállása, a, dologhoz, is egyáltalán nem segíti a, a dohányosnak a, tudom, az elektromos cigaretta felé terelését egy icipicit sem. Na hát én, én ennyit szerettem volna. Még annyit azért mondanék, hogy azért Charlie is oda szokott dörönteni a pofámba, hogyha ha olyan helyen vagyunk, kibaszott málnával. Az más, a szeretetből Az, jaj, azt De kedves vagy! Egyébként, szóval, igen, tehát de lehet, hogy most jön el az a pillanat, amikor vissza lehetne valahogy, hogy hátrább a agarakkal, meg, meg ha már nem dohányzás, akkor nek kényszerítsenek már minket ki, de ezt nem azzal fogjuk elérni, hogy oda néz, én egyszerre ki tudok fújni 78 köbméter gőzt. Ö, mert az nem, az, az, nem oda fog vezetni. De, de hát de látjátok, no. hogy nem a... Vagy nem látjátok, hát nem, nem tudjuk megítélni igazából, hogy most a, a, kazánoknak az MTL, DL aránya az, hogy alakul, de hát a, amiket látok mindenféle csoportokban, az mindig az van, hogy hogy, hogy lehetne olyan, olyan nagy füstük kazánt, meg hogy olyan nagy levegős kazánt, tehát senki Hát keresik, de mit tudom is, hogy 10 tízből keresik heten a felhőbaszót, a maradék három meg a, a, az összes többi futott kategóriát, hogy hogy így nehéz az egészen változtatni, és ami a saját példámra szeretnék visszafűzni, hogy hogy sokat agyaltam múltkor is, ugye, amit, amit Farszalin az doki mondott, ott egy görög úzózás közepette a haveroknak, azon akkor is, addig is, akkor is, utána is elgondolkoztam, és, és szerintem most fogom meglépni azt, hogy a háromról visszamegyek, először megnézem négy félen, hogy, hogy mi a helyzet. Hogy egy kicsit kevesebb, nem érzem azt a torokhatást egyébként, nem tudom, hogy vagytok ti vele, nem basz oda a torkomra a, a, a hármas. És, 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 nem tudok rájönni, hogy, hogy miért, úgyhogy most megpróbálom, hogy egy picit erősítek nikotinban, és meg fogom figyelni a, a likvid fogyást is, mert hát hiszen nem, amiről beszéltünk már múlt hete, vagy még szünet előtt, hogy, hogy a, nem szabad azzal takarózni, hogy sokkal kevésbé káros, hogyha naponta az ember másfél decit leereszt a torkán. Nem annyit szívok el, csak most mondtam egy bődületesen túlzó számot. Vissza, Annyira káros, akkor se lesz, de az arányok egészen megváltoznak. Vissza, visszacsatolnék egy picit a, a Charlie ö, problémájára, mert hogy ö, egy nagyon érdekes ö, ö, tapasztalatom van ö, Romániával kapcsolatban. Ö, ugye nem titok, hogy itt vagyunk kint, és most éppen a, a román piacot próbáljuk ö, fölmérni, és ö, a, ami nekem szemet szúrt, az az, hogy Romániában mindegy, mit szívszért, csak iszonytatóan büdös legyen. Tehát ö, ö, olyan, olyan túlaromázott ö, ö, szarokkal, már elnézést, olyan túlaromázott szarokkal lehet találkozni a piacon, hogy az valami döbbenet. És ö, beszélgettem egy-két felhasználóval, és gyakorlatilag az történik, hogy a szarra aromázott uh, likvidek pillanatok alatt egy ilyen, én nem, nem találtam rá jobb szót, ízvakságot okoznak. <laughs> Igen. Tehát elkezded, elkezded szívni, 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 és itt én fél órán uh, keresztül szívod, és fél óra után már azt érzed, hogy nincsen semmiféle íze. És akkor. Uh, mit tudom is, én nem, nem ízt váltasz, vagy nem, nem, nem tudom én mit csinálsz, hanem hatosszor még több aromát kéne tenni. És azért abban van némi igazság, hogy minél több aromát teszel a, a likvidbe, azért, azért önmagában az aroma az nem biztos, hogy fényezi a tüdődet. És itt csatolnák vissza, vagy csatolnék vissza a Charlie mondandójára, hogy ebből a szempontból a fogyasztás mennyisége sem mindegy. Tehát nekem volt nagyon régen egyfajta vízióm, hogy csináljuk már azt, hogy, hogy pöfékelünk egy negyed órát, és aztán egy fél óra, egy órára hagyjuk abba. Mert, mert akkor utána visszatér az, a, az ízlelés, és, és fogod érezni azokat a finom ízeket. De egy túlaromázott likviddel, vagy egy ilyen felhőbaszóval, amivel szerintem egyébként iszonyatosan nem gurman. Tehát az olyan, mint hogyha, ha a borhoz hasonlítom, mint hogyha úgy innád a bortot, hogy így előtte megtekered az üveget, hogy így forogjon benne, pörögjön az alkohol, aztán meg így bedöntöd a szád, hogy nap, akkor egyszerre Nem, nem, Fifika, ne. sokkal <laughs> plastikusabban fogalmazik, olyan, mint hogyha vennél egy gyönyörű kristálypoharat, egy ilyen talpas kristálypoharat, beletöltenéd a bort, így így meglötykölni, tudod, hogy látszon a koronája poháron, hogy aha, ez tényleg egy 86-os satolafit, majd megfogdád a kezeddel, az meg így az öblös poharat így marokra, és így a szádat nagyra tátva, hogy egyszerre benyelnéd. Pont ilyen. Pont ilyen. De egyébként ez mondta nekem a Peti is annó, mikor mondtam, hogy már nem úgy érzem meg. A faszon tudja. Lehet, hogy több baróak én. Azt mondja, á, most nem mondok neveket, de volt ilyen, aki akinek belerakott másfelest, aztán belerakott kétszerest, és és aztán tudod, ez a hozzászokok, 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 és a végén mit szívok tisztán? Aroma, nincs értelme. Kicsit Abszolút módosítani fieség. kell a felhasználói szokásokon. Na, ezért is ö, többet cserélek mostanában, illetve hát a hatosra már azt mondta nekem a, a Magyarországon is megtalálható most Péterünk, hogy, hogy lehet, hogy az sok lesz, négy és féllel próbáljam meg először, úgyhogy ez lesz. Négy és félre kalibrálom most magam. Csáli, legyen öt. Nekem ne, erről az jutott. Ne eszem, ne Tervezem, hogy visszamenjek 12-re egyébként. Pontosan hasonló elgondolásból, hogy megnézzem, hogy alapvetően ugye nikotinnal semmi probléma nincsen ebben a formájában, úgyhogy nézzük meg, hogy mit csinál. Hát, ha én is egy kicsit kevesebbet gőzölök. Meg a másik, ami eszembe jutott, a, amikor itt volt Andy Morrison Skóciából, és ő ugye a, a tart magánál mindig egy kis svécs hogyha olyan helyen van, ahol nem elcigizhetne, akkor legyen egy kis nikotin utánpótlása, és kipróbáltam a, 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 a nüszt, és mondta nekem, hogy figyelj, figyelj, lehet, hogy csuklani fogsz, mert így ilyen hanyas mondom, hatost, ú, akkor csuklani fogsz. Elsőre nagyon durva lesz ez a nikotin mennyiség, ami ebből kijön, így kell, oda föltolod az ínyed mellé, meg ilyesmi, és föltoltam az ínyem mellé, eltelik 5 perc, elterik 10 perc, mondom, hogy így kéne valamit érezni. Hol, a hol a csuklás szorodan. kis barátom? <laughs> nem, 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 csuklasz. Nem, nem csuklop. Egyáltalán nem csuklom. Semmi nincsen, kellemes ilyen kis nikotin íze van, amit megszoktam, meg ilyesmi, mintha dohány lenne a számban, mert gyakorlatilag dohány van a számban, ilyen kis savanykás, meg minden, de hogy nem, semmi ilyesmi. Jól van. Buris volt. És hogy érezted egyébként, hogy megkaptad a nikotin adagodat a snüsztől? Nekem nem hiányzott nikotinadag. A Kimmel beszéltem az egyik ilyen európai, azt hiszem Dán vagy Norvég úriemberrel, ezt most nem tudom, fejből, még kint Varsóba, és ő mondta, hogy basszus, nagyon hosszúak ezek az egyórás előadások, mert hogy ő már annyira elcigizne közbe, és mondtam neki, hogy hát én meg úgy vagyok vele, hogy így megsekotjan egy óra, két óra, abszolút semmi, és akkor beszélgettünk egy sort róla, hogy, hogy egész emberenként is eltér az, hogy neked mennyire van nikotindependenciád, mennyire hiányzik, és ő az, akinek speciál nehezére esik egy repülőutat a mindenféle becsekkolással, kicsekolással elcigi nélkül végig tolni, vagy egy, -egy órás előadás. Másoknak meg, meg egyáltalán nem. Tehát, hogy én baromira nem érzem, hogy nekem nikotin hiányom lenne bármikor is. Múltkor pont lebasztam a haveromat egyébként, mert mikor megállunk mondjuk a közért előtt, és míg bemegyünk a közértbe, én a kocsiba benne hagyom, ő meglátom, hogy veszi a kezébe. Mondom, figyelj már, ide megyünk a közértbe. Ben nem tudsz. Ő tudja, de addig is. Mondom, függő vagy, tudod? Igen, igen, tudja. És aztán most volt valami magánéleti, azt nem mondom, hogy mi, nem gond volt, csak egyszerűen máshogy alakult az élet, és nem, nem volt nála egy napig képzeld el, és, de tudatosan. Hát igen, igen, ez, ezt ő is érzi, hogy sok, meg a kollégái is mondták, hogy Csabi mindig a kezedben van, mert hogy ő így, amikor éppen nem csinál semmit, beleszív és ezt így feszt. Tehát ő egy órán keresztül is foly. Tehát nekem az borzasztó volt látni, hogy ő, ő mit tudom is, én egy, egy ö, izébe, egy daniba cserél az meg naponta háromszor, négyszer aksit. Mondom, hogy mi a faszomat csinálsz? Minek szívod folyamatosan? Én is cseréltem naponta háromszor, négyszer, amíg itthon dolgoztam, de hogy alapvetően megadatott a lehetőség, és, és, ugye egy kellemes tevékenységről van szó, amit Dave Dorn is szeret hangoztatni, pleasure principle, ez egy kellemes élmény, igazából jól esik az embernek. Úgyhogy ha lehetett, akkor észnélkül szívtam, de egyik pillanatról a másikra ment a váltás, hogy akár órákig ne. Tehát... Na igen, de ezért mondtam neki is, hogy akkor, akkor valamit a, a nikotin szinteddel te is játszál, mert, mert ez nem, nem normális, hogy, hogy feszt folyamatosan, tehát, hogy a munkahelyen is mindig a kezedben van azért, hogy bármikor bele tudjál szívni, mert ő térben dolgozik, az az semmiképp nem jó, nem üdvözlendő. Én nem bélyegeznék meg senkit emiatt, tehát mindannyian eltérőek vagyunk. De, tehát, de én sem bélyegzem előzők, meg, is, csak, csak amikor azt mondjuk, hogy, hogy a nikotin uh, ilyen formán bevitele egész mást vált ki, és hogy mennyi minden Euh, nem, könnyebb, és, és tényleg nem a nikotin az, ami addikciót okoz, aztán ilyenkor mégis azt látom, hogy aki nem tud 50 métert megtenni a tesco mondjuk, ott ott valami fejben nincs rendben, Krisztián, mert kibírja. Igen, de az, de az lehet, ilyen azt, magatartás hogy magatartás probléma. De azért mondom, azért mondom, tehát itt fejben neki ez nincs rendben. Mint De ezt mondom, hogy én nem mondanám, hogy nincs rendben, mert ez annyira megbélyegzően hangzik, mint hogyha valami baj lenne vele. Tehát ő egy másik fajta ember, akiben másképp működik ez a dependencia, e ezt értem én meg nem, 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 és önkéntelenül. Nem. Nem. tehát nem, nem, a, ö, nem az elektromos cigiér, meg nem a, a, gőzér, meg nem a nikotinér szíve, csak hogy, hogy ő, ő a mozdulatsor függője. Ugyanúgy, hogy hogy leülök vele például, és egy másik kedvenc témám, a, a magyaros kóla, hogy amikor így látja egy infografikán, hogy baz meg két és fél decibe, vagy tököm tudja mennyiben van 36 gram cukor, és akkor így, csettint a szájával, amikor iszik, és hogy egészen más íze van az ételnek, hogyha ilyet iszok hozzá, és, és nem tudja az ember meggyőzni az igazáról, hogy jó, legyen más íze. Akkor nézd meg ezt a videót, amiben leírják, elmondják, hogy miért érzed úgy, hogy jobban esik tőle az étel, miért érzed úgy, hogy megnyugtat, miért érzed úgy, hogy másfél óra múlva megint innod kell. Jó, 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 és így látom, itt ezen a fülén bement a másikon, kiment. És vissza tovább az meg. És aztán rendben van a cukrom. Jó, igen, most rendben van, mi lesz tíz év múlva, mert nekem már volt kollégám, aki ezért lett cukros. Szóval, mindig óvatosan kell szerintem az ilyen túlkapásokkal öm, bánni legyen az is, mondjad, legyen az akár cukros üdítő, legyen az akár elektromos cigaretta, legyen az akár snüssz, legyen az bármi más. Hát ez mindenre igaz, hogy mindent mértékkel, de én azért a cukros üdítőt és az elektromos cigarettát nagyon nem említeném egy lapon más másrésztről, meg neki ennek a cimborádnak például tényleg tök jó tanács az, hogy egy kicsit tekerjen föl a nikotinon. És amikor telítettség, de ez egy trükk igazából, semmi egyéb, mert telítettség érzetet fog hozni a nikotin, és nem fogod kívánni, és önkéntelenül akkor azt sem fogod használni, valószínűleg, de aztán lehet, hogy nem. De hogy tőled, mint sok mindent elszenvedett ecegistől, annyira furán hangzik a szádból ez a megbélyegzés, hogy nézd meg, ez mennyit szívja, mert hogy nem árt semmi. Nem azt mondtam, hogy nézd meg, ez mennyit szívja, hanem. Amit mondtam, az előbb is, amit mondott a figura, hogy, hogy azért, mert azt mondjuk, hogy egészségesebb, a másfél deci nem lesz egészségesebb, mint az, amire megállapították, hogy egészségesebb, vagy kevésbé káros. Tehát én semmiféleképp nem tartom azt üdvözlendőnek, hogy csak azért, mert valaki egyszer kimondta, hogy egészségesebb, vagy kevésbé káros, azért nekem fest mindig a számba legyen, és annyi önuralmam ne legyen, hogy nem tudok 20 métert anélkül megtenni, hogy ne legyen a kezembe. De lehet, hogy szereti. Mit, Krisztián? mit? Charlie, amíg nem árt vele másoknak, nem hiszem, nem hiszem el, hogy erről beszélgetünk egyébként. De én elhiszem, el mert az a baj, hogy. A De az a baj, hogy nem tudok neked, hát nevet nem fölösleges lenne mondani, de nem, nem látod azt, amit én látok, mikor itt van nálam például. Te azt nem látod. És ezért mondod azt, amit mondasz. De én meg benne vagyok. Tehát én látom, én is sokat szívok, de tudod, mikor én mondom azt, hogy az meg te sokat szívsz? Na, az mennyi lehet szerinted? Ez tehát... mondjuk igaz. És tudom, hogy amikor erősebb volt neki, mert ő is ő, ilyen 12-ről ment le hatra, és aztán 3-ra, nagyságrendekkel kevesebbet. És azóta. Tehát amikor neki hatról váltottunk háromra, az csak azért volt váltás, mert én megkérdeztem tőle, hogy figyelj már, én lejjebb álltam, hát ő is kipróbálja, akkor mi lenne, ha kevesebb lenne. És azóta ez a, ez a tipikusan nem érzed azt a torokhatást, mint amit én is mondtam, nem érzed azt, hogy telítődnél, és, és, és a szádban lóg. Mert nem tudsz annyit szívni belőle, hogy, hogy telítődjél. És akkor mert ez a példa is ugyanaz, amit mondtam neked, hogy hónapokig szívja ugyanazt a tekerést. Tehát nála hatványozottan igaz, hogyha, hogyha, azt mondom neked, hogy szar, és utána, tehát mikor leveszem a kazánteret, és az a legkisebb gond, hogy úgy el van kokszolódva, vagy egy csak egy göböt látsz, de mikor a levegőjük az átellenes oldalban van a tekerése, és így szívja az meg hónapok. Jézusom. Komolyan, ez egy origen. És nem tudom, hogy csinálta, vaz meg. Nem tudom, hogy csinálta. Ja igen, úgy volt ugye, hogy a, a píkek között szívta el, mert 19-22 volt, és a két levegő, vagy a levezető cső között ment át a levegő, és úgyra a tekerésre. Gondoljátok, annyi levegő ment, de hogy igen, neki is fura volt, hogy hogy nincs, nincs íze. Lehet, hogy ezért szívott többet. Igen, és azt a kokszot bazd meg, azt szívta folyamatosan át a, a, a kazánon. Szóval, hú, én rosszul lettem attól a kazántól. Nem és ezért mondom, hogy, hogy és gondolj bele, hogy akkor ezt szívta Fest. Jó, Na, hát ez, ez így agyatlanság valóban. Ez. Na jó, van, menjünk tovább a, az agyatlanságról. Én a, a Baba Baba Baba-ba baba, azt szeretném, hogy menjünk most a podcast felmérésre. És, akkor, és akkor utána lehet még azt az egy témát kivesézni, mert hogy van nekünk, vagy volt nekünk régen egy pot nem nekünk az egyik. hogy mondják ezt? podcaster, showrunner, producer kollégánk, aki készítette ezt a hallgatói körkérdést, visszatért újra rá, hogy változott-e valamit a, a felhasználói szokás ennyi idő alatt. Közben folyamatosan ötletelünk ez a, ez a YouTube VS podcast, VS oldalon lejátszó, VS hogy hallgatod offline, online anyám kinya, és föltette újra a kérdéseket. Vannak benne új kérdések is, egyszerűsítve is vannak a dolgok. Uh, úgyhogy azt szeretnénk kérni, hogy bár uh, láttam viszonylag sokan kitöltötték már rögtön, de addig ezt én berakom a show -be is, meg, a, meg a, az oldalon is majd uh, fogjuk uh, hétről hétre publikálni. Valamikor október környékén jár le talán a kitöltési határidő, úgyhogy uh, tegyük ki magunkért, meg hát, hogy mi is megismerjük, hogy minket milyen szokások mentén hallgatnak az emberek, hogy mit preferálnak, ugye a Youtube-ot, vagy a, vagy, a, vagy a valódi podcast élményt a, a podcast appon keresztül, hogy hogy tudjuk meg, hogy mi a túró van ezzel. Természetesen a, a megfelelő csatornákra ezt be fogjuk drótozni, például a Patreonra. Köszönjük minden Patreonnak ezúton is, hogy, hogy a héten is Támogattak minket, hogy minőségi kontentet tudjunk alakítani. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. És miután megköszöntük mindenkinek, hogy nekünk most mennyire jó, menjünk át a sorozatokra. Van-e valami új sorozat? Illetve... Egy kis ö, bemelegítő az elején, megint botrány van. Nem tudom, hallottátok-e, vagy olvastatok-e róla? A trónok harca. Mm -hmm. no, én. Mi? milyen botrány? Megint, milyen botrány? Meg, megint kikerült idő előtt. És nem csak a trónok harca az, ami most így érintőlegesen, de már kikerültek így, ugye az előző évadból is ö, epizódok, nem is kevés. Most olvastam, hogy az Orange is the New Black is körülbelül hónapokkal előtte fölkerült 6 vagy 8 rész a, a torrent szájtokra. Olyan helyeken tárolnak ilyen érzékeny filmeket, hogy el nem tudom képzelni, hogy, hogy, hogy ez miért így működik, de valami oka csak van neki. Minden esetre megint előkerült az, ami már volt a Homelandnél is, ugye, most megint, a, megint előkerült a, a, a trónok harcánál is, hogy lesöpri a, a, az eredeti release date és, és uh, kiadják uh, torrenten hamarabb van, meg, mint a Netflixen, meg az HBO-n. Hihetetlen. Nem tudom, miért hát, jó egyébként. Vagy biztos nincs kétfaktoros autentikáció oh. az Igen. de hogy milyen lehet egy... Már ugye a Homelandből kiindul, vagy ott volt, hiányoztak effektek, meg a tököm, ugye nem tudom, hogy ti láttatok-e ilyen uh, nem, rész, részeket nem, nem. a ha én a Homeland et azt megnéztem így, az vicces volt. Mikor tudod, az üres kijelzőt nézi, hogy hívás jön tőle, és gondolkozik, hogy fölvegye vagy sem. És ott egy fekete kijelző volt, amit később valamilyen After Effect, vagy tököm tudja, mivel oda hívót fabrikálták, de hogy a trónok harcánál ez hogy néz ki vajon, hogy ott a... Képzeld el, igen, Star Wars jutott eszembe, képzeld el, ugye a Star wars hogy így az egész 45 perc egy óra a zöld fal előtt. <suk> <suk> igen. <laughs> Én éppen Star Wars-ot nézek újra. Az hbo Go kínálatában így fölpattintották azt hiszem a 6 részt, a 4-5-6-ot, ugye az a régi, meg az 1-2-3-at. Úgyhogy most esténként Star Wars van. Ja, és annak idején kivágtak egy-két pici jelenetet, és most, hogy néztem a, a negyedik részt, ugye az volt az első, ami elkészült, egyből kiszúrtam, hogy ez se volt benne, az se volt benne, de egyébként érdekes. Tehát Ott a dzsabbás rész valami. volt ilyen egyébként. A dzsabbás a rész akkor a a f -f -f -f, Ott még Moss van valami megvadult állat, ami szintén nem volt benne az eredetiben, úgyhogy érdekes egyébként így újra megnézni. Már akinek van egy gólya. Erre most ránézek, csak valami. Tehát olyan frustráció alakult ki bennem, vagy olyan ellenérzés a Star Wars brandel kapcsolatban, és nem tudom, már mondtam e múltkor, vagy akkor épp szünetünk volt, megnéztem ezt a Zsivány egyest. Én szégyelem kimondani, de basszátok meg, elaludtam 25 perc után, de komolyan. Tehát, te gyaur kutya. Az. Pedig, a zs, pedig, szerintem a Zsivány egyes nem is olyan szar érted, mint a, mondjuk a Star Wars első része, ahol a, a mi volt így, a zsivány... Tántvédelről kiderül, hogy Szűz Mária az anyja, tehát, mi, az, mi, az, tehát én azon szakadtam, pedig mi, azt moziban néztem. Mi volt a zsivány egyes előtt? Zsivány egyes... Jajz... Uh, hát a... A... A, 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 a hetedik, hetedik rész. rész. Igen. Igen, <laughs> amikor, amikor az a vége, felében. amikor az a vége, hogy a... a a sziklán állnak, ugye? És ott egy ilyen hatalmas Igen, nagy. igen. És igen. ott jön a, a herénverő. Igen. igen. Leél a hercegnő Lej, utolsó Lejla. szereplő. Hát az, rész, az botrány volt számomra az a rész, az már megint. És akkor most ez a zsivány egyesben az utolsó snitt ugye amikor már nem élő, de egyébként sem tudta volna előadni Kerry Fisher, mert hiszen fiatalkori énje volt megszemélyesítve, de hogy annyira látszott, hogy CGI baz meg. Tehát az, az, te majdnem olyan volt bazmeg, meg, mint hogyha Xenia Lász néztem volna. Á, az se volt kutya azért. <gül> <gül> szóval ott, ott valami <laughs> eltört bennem. <laughs> Jó, tehát azért ne, ne kanyarodjunk már el mondjuk a Pirx pilóta kalandjai című. A, pi, a Pirx kapitány, kapitány, kalandjai az egy örök érvényű klasszikus bazmeg, meg, a kenyértartóval, meg szállt. a kotyogós kávéfőzővel, igen gyümölcs tálca, ezüste lefújva, spré, ezüst, kája ezüsttel érted? A hőálló ezüst, hőálló Ihetetlen. ezüst, igen. Azt nem tudom még, de nyújtsatok segítséget, hát, ha láttátok, a majmok bolygója legfrissebb részét. A legfrissebbet nem Na még. Az az megint azt szeretném megnézni. Igen, nekiálltam Na. az előző részeknek, az valami tévé filmcsatornám volt, azt ledaráltam, az megint rájöttem, hogy kurva jó mind a kettő, aztán utána, utána rengeteg videót megnéztem, ugye beszélgetés is volt, hogy miért nem kaphat egy, egy mokep karakter mondjuk Oscar díjra jelölést, egyébként aki, aki, aki látta a filmet, vagy esetleg nem tudja, hogy tehát ez nem tisztán cgi grafika csak, hanem egy motion capture nevezetű Technológiával, ugye egy emberke föl van öltöztetve egy ruhába, mindenféle markerpontok vannak rajta, az arcán is, és, és nem úgy néz ki, hogy a mimikáját majd kialakítjuk cégéivel, hanem hanem tényleg, tényleg az van, hogy ahogy az az ember ott grimaszol, úgy fog a majom is grimaszolni, és ő már nem, tehát az első rész óta ő alakítja, majd mindjárt megkeresem a karakternek, a, vagy a, a színésznek a nevét. A, akilyen, láttam ki... én is a, <coughs> ezt a technikai részt. Egyébként zseniális, és azt tudjátok, hogy ezt legelőször a sárkány Szív című filmben alkalmazták, és a sárkányt Sean Connery mimik. De ha megnézed a sárkányt, egyébként az egyik. Tehát tényleg egy nagyon jó film, nem, hát az egyik kedvenc filmem, akkor a sárkány szívben a sárkánynak a feje, meg a, a mimikája, meg a kifejezése, azok egy az egyben sonkon erített. <laughs> eszméletlen. Na ezt föl fogom rakni, szerintem ez megy majd a kultúrába, vagy a videóba nem is tudom, de de megtaláltam pont azt a mocap klippet, amiben a, a Cézár, a, a Kobe, a a, meg mit tudom is én, milyen nál mutatják bal oldalon a, a színész. Ka Annyira vicces egyébként a fején egy sisak, azon egy kamera az arcát veszi, és mellette meg a a, a végső ö, videót. Azt Ez pont, menjen pont a videóba, egy jó pikiadós Pirks kapitány pedig a kultúrába. Oh, oh, oh. az! Várjatok, a Pirks kapitánya egyetlen egy probléma van hogy ti beszéltek egy magyar sorozatról, aminek köze nincs a regényhez. Tehát de... mindenkinek ajánlom egyébként, hogy olvassa már el az eredeti Stanislav Lem regényt, a Pirx pilóta kalandjait. De fifika, az valami zseniális. Az értelek téged, de hogyha nem lett volna egy ilyen magyar megvalósítás, a kutya nem tudna róla, hogy Stanislav Lem írt egy zseniális könyv. Stanislav Lemnek volt egy megje, ez csak így elmondom. Lem egy viszonylag nyilván tartott író, tehát lem Krisztián, hogy... na lentartott most ez pont olyan dolog, pincébe. hogy hányan olvasnak könyvet, meg hányan néznek tévét. Ha nem látod tévében, az nincs is. De valóban, na, rakjuk be Pirx kapitányt, ez nem <coughs> tudom, hogy a prometheus vagy csak Pirx kalandjait, Prometheus trailer, szerintem ez olyan régi, hogy ez 244 p az meg ne, hülye vagy, 7-20 hát ez fölskálázott biztos lesz benne egyébként volt még egy kiemelkedő magyar Á végen uh, van végen uh, van. Uh, science fiction adaptáció az a, a Zsoldos Péter feladata amit négy részben uh, uh, valósítottak meg hát ott is azért a, a regény egy cseppet jobb, mint a... Hát ezt nem hiszem, 144p egyébként, csak hogy érezzétek. 144 í, Mikor beszélünk a 4 k meg a 8 k ó. Hát Az fantasztikus, amikor leül a, a, a 70-es évek sláger műanyagból fröccsöntött kagyló fotelébe, és a BRG gyár ö, orosz képcsőves oszcilloszkópját Tehát, Apám na, és még órákig tudnék mesélni. Megteheted jövő héten. Okay. Ad, addig viszont köszönjünk el mindenkinek vagy mindenkitől. Köszönjük szépen a figyelmeteket jövő héten, ha éppen nem lesz 45 fok, és mindenki gép előtt lesz és lepasztázza Fifika a processzorát. Mujó megoldja a videókártya problémáját, akkor nem fog lagolni, mint most az adás elején, és akkor támadunk újra, addig pedig mindenkinek jó nyaralást, sok locsolót, sziasztok! Hűvös, szép napot, sziasztok! Nyugodalmas jó éjszakát, sziasztok!